Újra a csatornán, szerda van 9:30, és nem, még nem szültem meg. Rengetegen írtok Instán, napi szinten, hogy hova tűntem, mert ugye mostanában nincsen annyi Insta poszt, nincsen sztori, videóból is sokkal kevesebb van, és tényleg napi szinten írtok, hogy azért, mert megszültem, nem szültem meg, azért, mert rohadtul nincs már energiám, vagyis hát délelőtt, mikor felkelek, akkor van, és ez már a harmadik napja annak, hogy el is kezdek vlogolni. Viszont mivel délelőtt van energiám, ezért gyorsan főzök, mosok, takarítok, Lilivel vagyok, ugye csinálom a dolgomat. Délutánra meg lemerülök. Kezd keményedni ugye a pocakom, már jóslóim is azért elég szépen vannak, fáj a szemérem, csontom, tehát délutánra tényleg már minden bajom van, és olyankor, mivel minden bajom van, ezért nincs kedvem már videózni. Úgyhogy hát ezért maradok el mostanában. Úgyhogy ezért nincsen videó. Múlt héten voltam CTG-n, ugye hetente járok, ma megyek majd megint, és hát pont a CTG vizsgálat közben volt egy ilyen elég erős jóslófájásom, és úgy voltam vele, hogy na most ez biztosan mutatja a gép. Semmit nem mutatott. Olyan szinten nem mutatott semmit, hogy az a vonal, ami a fájásaimat mutatná, az kb. Full egyenes volt. Pedig most van egy jó kis hidegfront, és ez sem segített. Biztos vagyok benne, hogy a hétvégén meg fogok szülni. Ezt két okból kifolyólag is így gondolom. Az egyik az, hogy ma este elutazik az orvosom. Hétvégén visszajön, de hétvégén meg elutazik Andi. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ezen a héten meg fogok szülni. Már nem félek amúgy a fájdalomtól. Eddig féltem a szüléstől. Ugye mondtam is nektek, de már nem félek tőle. Tehát, hogy ez csak egy pár órás szenvedés. Durva szenvedés. De csak pár órán keresztül tart, és utána vége. És vége végre a terhességnek is. Úgyhogy már nagyon várom, tényleg. Tudom, hogy ott, abban a pillanatban nem megy fogom gondolni, hogy jaj, de jó, hogy nekem fáj. De tudom, hogy már nem sokára vége, úgyhogy ez azért elég jó kis erőt ad. Most kezdek elfélni attól, hogy mi lesz utána. Nincs sok idő, hogy két gyerek között, de mégis ilyenek vannak a fejemben, hogy úristen, hogy fogom megfogni? Emlékszem még rá, hogy fogok meg egy újszülöttet? Mert hogy Lili emlékszik. Mert ugye ők még nyeklenek, nem tudják tartani magukat, és olyan fura lesz, például pelenkázásnál is, ugye ők még olyan kis, nem túl együttműködőek, fogalmazunk úgy. Szóval ilyenek vannak bennem. Tegnap történt valami, ami elég mélyen érintett. Méghozzá az történt, hogy feljött egy ismerős a kislányával, aki egyidős Lilivel. Ugye ezt többször mondtam nektek, hogy Lili a saját korosztályával nem igazán tud mit kezdeni. Ez többek között abból is adódik, hogy ugye ez a korosztály, ez még nem az a fajta, akik együtt játszanak. Tehát a Lili korabeli gyerekek többsége, ha együtt is játszik, valójában egymás mellett játszanak. Tehát ugye most kezd majd abba a korba lépni, amikor ténylegesen együtt játszik valakivel. És hát ide jött a kislány, csúszdáztunk, meg hát ugye azért kommunikáltam én abban a gyerekkel természetesen, hogy picit feloldódjon, nyugodtan kezdjen el játszani. És láttam Lilin, hogy nem tetszik neki, hogy én egyáltalán beszélek a kislányhoz. És utána a kislány fogta, és hát megfogta ezt az unikornisos valamit. Ebben tartja Lili a kis hajpántjait, meg hajcsatjait, meg ilyesmit. És megfogta, Lili elvette tőle, megnézte a kislány kezét, hogy nem evett ki belőle valamit, és utána a kis táskával együtt bevonult a szobájába. Hát utána mentem, hogy mi a baj, meg mit tudom én, de közben az ismerősök meg már indultak, szóval ugye ki kellett őket kísérjem. Mire visszamentem, Lili állt a sarokban, lehajtott fejjel, és ezt így szorította magához. És itthon volt Zsolti is, és mondtam neki, hogy szívem, gyere már, valami történik. Oda jött az apja, és olyan keservesen elkezdett Lili sírni, hogy azt hittem, hogy megszakad a szívem. Először átjöttünk a szobájából a nappaliba, becsukta előttem az ajtót, tehát hogy apával, én nem kommunikálhatok vele. Az apja próbálta megvigasztalni, aztán kijöttem természetesen a szobájából, és akkor én is elkezdtem vigasztalni, kérdeztem, hogy hát mi a baj, mi történt, nem bántotta a kislány, csak meg akarta nézni, nem fogja elvenni tőled senki, ugye ilyeneket mondogattam neki, és beleült az ölembe, és percekig
nagyon-nagyon szorosan ölelt, de tényleg olyan szorosan, hogy majd megfulladtam, és zokogott a gyerek. Kiderült, mert a végén elmondta, hogy ez nem az volt az első számú problémája, hogy a kislány megnézte a cuccait, hanem az volt az első számú problémája, ahogy én beszéltem a kislánnyal. Illetve nem, hogy ahogy, hanem hogy egyáltalán beszéltem a kislánnyal, és ez nagyon-nagyon rosszul esett Lilinek, hogy én beszélgettem egy másik gyerekkel. És miután megvigasztaltam Lilit, utána félrevonultam a szobánkba, és elkezdtem zokogni. Hősiesen bevallom. És utána jött utána Zsolti engem vigasztalni. Mert rögtön beugrott a fejembe, hogy basszus, mi lesz akkor? Szia, gyönyörű! Köszönöm, így a te puszitakkal is. Nagyon szeretlek. Boldog lettem a puszittól, igen. Nem kell kettő puszi. Nem kell kettő puszi, egy puszi elég volt. Köszönöm szépen. Mi lesz akkor, ha meg lesz Lotti? Mert hogy erre számítottam féltékenységre, de nem gondoltam, hogy Liliből ilyen szinten fog a féltékenység ugye előbújni. Óvatosan cicem, le ne es, jó? Nem gondoltam, hogy azt hittem, hogy mérges lesz, visszacukik a cumira, mit tudom, sikítozni, rosszalkodni fog, hogy ugye ráfigyeljünk. Tehát nem gondoltam, hogy őt lelkileg ennyire megviseli az, hogy én kommunikálok egy másik gyerekkel. Pedig játszótéren is előfordult, hogy beszéltem másra, csak ugye most úgymond a saját kis territóriumban történt ez az eset, úgyhogy gondolom ezért is érintette rosszul. Én meg teljesen kiakadtam tényleg, hogy oké, az első pár hétben itthon lesz Zsolti, de mi lesz akkor, amikor mondjuk Lotti sír, és Lili pont kijön egy ilyen féltékenységi zokogás, hogy anya, és Lotti sír, akkor egyértelműen az újszülöttekkel foglalkozzak, hogyha éppen pelenkát kell cserélni, vagy meg kell letetni, akkor nem tudok Lilivel foglalkozni olyan szinten, tehát persze beszélni fogok hozzá, de most ezt értsétek, légy jól. És én ezért kezdtem el sírni, mert belegondoltam, hogy nekem el kell látni egy újszülöttet, és Lilinek éppen mondjuk van egy ilyen típusú lelki problémája, amikor igenis szüksége lenne rá, hogy anya megvigasztalja, de mondjuk nem tudom megvigasztalni, mert mondjuk csak szavakkal, mert hogy éppen etetem Lottit, vagy éppen pelenkát cserélek, vagy akármi, szóval értitek? Nagyon-nagyon aggódom. Ennek ellenére, tehát Lili ugyanúgy puszilgatja hasamat, és ez a has puszilgatás, meg ez, hogy Lottiról beszél, ez teljesen magától jön. Tehát ezt nem mondom neki, hogy adjál puszit a tesónak, vagy ilyesmi. Oda jön, puszítod a tesónak, megsimogatja a somnak, és akkor éneket mond, hogy szeretlek tesó, meg ilyesmi. De ugye fogalma sincs még róla, hogy ez valójában mit jelent, mivel jár ez az egész. És tudom, hogy nem így van, tehát hogy mielőtt jönnének ezek a kommentek, hogy mennyire debil vagyok. Szóval tudom, hogy nem így van, de mégis most valamilyen szinten bűntudatom van, hogy azért, mert én akartam egy másik gyereket, ezért esetleg Lilinek rosszabb lesz az élete az első időkben. Tudom, hogy nem lesz rosszabb az élete, mert ugyanúgy ő is mindent megkap, meg ugyanúgy figyelni fogunk rá, de valamilyen szinten akkor is kevesebb figyelmet fog kapni, mint jelen pillanatban. És mondtam Zsoltinak, hogy nem akarom, hogy egy akkora törést adjunk a gyereknek ezáltal, hogy mondjuk évekig nem tudja feldolgozni, hogy tudom, hogy nem így lesz, tudom, hogy ez nem így van, csak ugye a hormonok miatt is kicsit drámaiabban fogom fel a helyzetet, mint amilyen ténylegesen. Hát nagyon remélem, hogy minden rendben lesz tényleg. Gyertok! Tényleg nagyon-nagyon remélem. Ebben a pillanatban hozta meg a futár a tavaszi Mommy Mia boxot, úgyhogy ezt most jól megnézzük. Dobozba! És bele is nyúlt anya valamibe. Így ragasztó buborékba. Most Ovis boxot rendeltem Lilinek. Hivatalosan az ugye 3 éves kortól van, de hát meglátjuk. Emlékszem, az első még a nagyobb baby box volt. Ennyire izgatott vagy? Na nézzük! Kreatív homokkép, exkluzív húsvéti homokkép. Az ez. Ah, de cuki! Ilyen homokképeket, nyuszis homokképet lehet belőle készíteni. Ó, egy kávés szem környékkel való. Dobókocka! Na ez tök jó, Magister produkt kávés szem környékápoló. És ilyen golyós.
Úgyhogy a kevés szemkörnyék ápoló mindig jó. Ezt a király. Bár egy kicsit előbb hadd nézze meg anyát, hogy mi az. Logikó feladatkártya. Több-kevesebb ugyanannyi. Mondjuk ez pont 4 éves kortól van. Mindjárt kibontom ezt, ha nézzük csak meg milyen kártyák vannak benne. Hát, hogy látom, ilyen madarak vannak. Melyik két képen van ugyanannyi madár? Hát ez még tény is való, hogy nekünk még nem jó. De szerintem ősszel már fogjuk tudni használni. Cselekedj gyorsan, dobd, figyelj és kapd el, társas játék. Gyors reakciójáték 2-4 játékos részére 4 éves kortól. Mondjuk Puffy Ruffy is 4 vagy 5 éves kortól van, úgyhogy ez nem számít. Ez a játék arról szól, hogy kinek sikerül leggyorsabban elkapni a felfordított képeket. Az a játékos nyer, aki a leggyorsabban reagál és ezzel a legtöbb kártyát gyűjti. Vannak dobókockák és mutika? Jó, hát ezt majd valahogy kiokoskodjuk. Babylon kiadós kuponkód. 35% kedvezmény. Na, ez viszont tök jól jön. Ezt ne bánts, mert az könyvvásárlás az mindig jó. Oliva szappan. Különösen értékes natós szappan, amely 100% olívaolajból készül. Blablabla. Bla, bla. Hiperérzékeny és száraz bőrre. Van felhasználási javaslat. A szappant víz alá tartva habosítsa fel, majd használat után öblítse le. Kerülje a szembejutást. Tök jó, hogy leírták, hogy kell használni a szappant. Mondjuk semmilyen illata nincsen. Na, azt a kibontsa neked, anya? Ú, ennek a kávésnak, ennek nagyon örülök, ezt holnap ki is próbálom. Azt szedjük szét. Bontsuk ki a dobókockákat. De már kibontott, én nem bontottam még ki. Hárja. Hogy kell? Hogy lehet valaki ennyire cukin lelkes? Ezt a homokképet, ezt hogy kell megcsinálni? Ugye van benne egy csomó szín. El ne hagyd a kockákat. A kép részei egyenként felszedhetők, amely alatt ragacsos felület található. Szedd le óvatosan a kép felső rétegét, és szóld rá a kiválasztott színű homokot. Ha az elkészült képre hajlakkot fújsz, még tartósabbá teheted. Ez tök jó! Nem alkalmas három éves kor alatti gyermek részére. Na, ez viszont tök jó, mert ezt a homokképet simán meg tudja csinálni, Lili, úgyhogy ugye le kell szedni azt a részt, amit ki akarsz színezni, rászorod a homokot, és ott marad. Szóval, ez tök jó. De majd eljátszunk. Van egy csomó homok, meg vannak van ilyen ideje, hogy milyen mintákat lehet kapni náluk, úgyhogy szerintem marad még homok, és ilyet viszont rendelni fogok, mert ez valami jó. Ez tök ötletes. Jó, de ízi lesz! Kiszedted őket? Azt ki kell dobni a kukába? Jó, várjál. Ezt is elrakom. Na mutasd csak! Szóval van 4 darab dobókocka, mindegyik dobókockán más formák vannak. Illetve van 4 darab ilyen kártya, 4x6 darab kártya. És gondolom ezt úgy kell, hogy dobsz egy dobókockával, és amit kidobsz, annak a kártyáját kell megtalálni, és aki a leggyorsabban megtalálja, aki a legtöbb kártyát összegyűjti, az nyer. Na, hát akkor ezt kipróbáljuk. Vagy még engem főznöm kéne. De anyucinak kéne főzni egy kicsit. Játszunk! Túl vagyunk már az ebéden. Volt a fagyasztóban spenót, azt kivettem, és csináltam hozzá házi ilyen darált csirkemelből fasírozottat. Házi darált csirkemelt, nem. Szóval házi fasírozott a darált csirkemelből. Most indulunk a CTG-re, Zsoltiék elvisznek, addig csinálnak valamit, és hát úgy vettük észre, hogy kezd kicsit algásodni az akvárium, úgyhogy bemegyünk az állatkereskedésbe megkérdezni, hogy
Köszi. Hogy ebben az esetben mi a teendő? Ott egy piros brüm-brüm. És veszünk majd egy algaevőt lehet, vagy majd meglátjuk. De most akkor először is irány a CTG, és megnézzük, hogy van a baba. Fél öt van. Hát az orvosnál nem volt lényegében semmi fájás, szokás szerint kisasszony jól van, úgyhogy még mindig nem szülök, de most már nem sokára. Aztán utána elmentünk az Ocean-os játszóházba, ilyen hirtelen felindulásból. Nem terveztük, alapból Lilire ilyen farmer gatyát adtam, úgyhogy tényleg nem terveztük, hogy mi játszóházba megyünk. Csak ilyen nem volt kedvünk hazajönni, úgyhogy gondoltuk, elmegyünk. És hát Lili nagyon ügyes kis majom volt szokás szerint. Az elején nem igazán tudta, hogy vizu, tehát ott azért kicsit nógatni kellett, meg magyarázni neki, hogy mit, hogy merre, de utána már nagyon-nagyon ügyes volt. Meg vettünk ezt-azt az Ocean-ban, főleg ilyen főznivalókat, és mindjárt neki is állok főzni, igen, fél ötkor. Mi háromfélét, fűszeres csirkét, bakonyi csirkét és egy sima ilyen lecsós pörköltet fogok készíteni. Ezeket bedobozolom majd, és mennek a fagyasztóba, hogy amikor nem leszek itthon, akkor is Zsolték ugye tudjanak kivenni a fagyasztóból kaját, és akkor ne kelljen nekik rendelgetniük. Ez a mai program. Picit elfáradtam, de mindenképpen meg akarom csinálni ezt a három fajta kaját. Ma este elutazik az orvosom, úgyhogy jó lenne, nem most megszülni. Nem tudom, mennyire adja vissza. Nem nagyon. De amúgy elég szépen visszaadja. Nagyon durván dörög az ég. Tökre szeretem az ilyen időt. Szegény lány! Nézzétek, ott fut szegény. Ott. Hát ilyen borsóni jegek esnek. Nagyon durva vihar kerekedett, meg közben úgy döntöttem, hogy csak kétféle kaját csinálok. Ez bakonyi csirkemál. Ez már készen van. A másik pedig ez a pikáns csirkés tészt, amit múltkor próbáltunk, és nagyon bejött az egész családnak. És hát most nem fogom összefőzni természetesen a tésztával, csak a szóst csinálom meg, és akkor Zsolti meg majd csak tésztát fog hozzá kifőzni. Mit jár? Ezik. Pepit jó szedel a... Pupi, pupi, pupi. Ajajajaj, pupi, pupi, pupi. Fogja, pupi, apuja. Ez egy autó. Hol van, hol van? Ó, ügyes vagy! Falevél. Tényleg ügyesebb vagy, mint anya.
Csak ne told el az asztalt. Na, te dobsz. Ez egy tojás. Ah, most én voltam a gyorsabb. Hé, nem, láttam, hogy csalsz. Dobunk a kockával, nem válogatunk. Dobjál egyet szépen. Nini. Ez egy kacsa. Nagyon ügyes vagy. Na most anya dob, figyelj. Neked már 5 van, és anyának mennyi van? 1. Ó, oh, halka, te állsz nyerésre. Na figyelj. Halacska. Most anya volt a gyorsabb. Cica, hol a cica? De hallod, az úgy nem érem, hogy rávetődsz a kártyákra. Várjál, most kidobott az előtt? Te dobtál? Te dobtad a cicát? Anya dob most? Vagy a Lili dob? Biztos, hogy én jövök? Már nem emlékszem. Dobjál te, jó? Ez egy mókus! Mókus. Ja, úgy mondják, hogy tyótyús. Jó. Hiszek neked. Eső! Ott van! Ott is esett az eső tegnap, igen. Na, te jössz! Hát már másnap van, ugrottunk egy napot az időben. Tegnap ugye a főzőcskézés után már nagyon-nagyon fáradt voltam, úgyhogy nem volt energiám videózni, meg közben elkezdtem Instán live-ozni egyet, aztán az ugye elvitte az időt, úgyhogy tegnap nem köszöntem el. Ma pizza volt az ebéd, pizzalapból csináltam gyorsan itthon. Nem ez volt a terv, csak nem olvadt ki a hús. Úgyhogy vacsorára csinálok sült krumplit, meg ilyen fetasajtos csirkét belegöngyölök békönbe, és megsütöm a sütőben. Úgyhogy ez a terv, de még mindig fagyos a csirke, úgyhogy ebből tényleg csak vacsora lesz, mikor hazajön Zsolti. Ugye most, ma meg holnap még dolgozik, viszont szombattól itthon van. Ugye említettem nektek, hogy most orvosom nincsen, hétvégén meg Andi nincsen, és úgy voltunk vele, hogy inkább nem kockáztatunk. Ugye, hogyha fájásokkal indul a szülés, akkor meg tudnám várni azt azért, hogy ő hazaérjen. Viszont, hogyha tegyük föl, ugye ő Pest és Szeged között ingázik. Tegyük föl, éppen Kecskemétnél van, fölfele Pest fele tart, és Kecskemétnél jár, és nekem elfolyik a magzatvizem, akkor ő mire felmegy Pestre, visszajön, mert mindenképpen fel kell mennie, és mire visszajön, addigra nekem már nagyon-nagyon kórházban kéne lennem. Tehát az minimum egy-két és fél óra, mire hazaérne, és hát így meg ugye nincs, aki figyeljen Lilire, úgyhogy azt beszéltük, hogy akkor inkább szombattól itthon lesz, egészen ugye a szülésig, meg úgy tervezi, hogy Lotti két hetes koráig szintén itthon lesz velünk. Aztán majd meglátjuk, hogy hogy alakul. Ugye többször említettem, hogy neki van egy ilyen saját vállalkozása, tehát hogy szerencsére saját magának tudja beosztani az idejét, meg ki tudja szervezni a feladatokat. Úgyhogy szerencsés helyzetben vagyunk nagyon, hogy akkor ezt így meg tudjuk oldani. Ugye tegnap volt egy nagy zuhi, mint láthattátok, meg ma elég hűvös van, tehát megjött a hidegfront. Én annyit érzékelek ebből, hogy nagyon fáradt vagyok ma, de tényleg, tehát hogy mindjárt elalszom. Most 3:30 van. Próbálom rávenni Lilit, hogy majd jöjjön át ide a mi szobánkba, és akkor bújunk egy kicsit össze. Ha más nem, nézünk videókat YouTube-on, de nekem muszáj pihennem egy kicsit, mert mindjárt elalszok. Ime a bizonyíték. Viszont, hát most ettől a hidegfronttól egyelőre úgy tűnik, hogy nem történt semmi. Ugye említettem, hogy annak már azért elég erős jóslófájásaim, de tegnap óta egyáltalán nincsenek jóslófájásaim sem. Úgyhogy úgy látszik, hogy nekünk fordítva hat ez a hidegfront. Nem baj, most már akkor legalább várjuk meg azt, hogy az orvosom visszaérjem. És akkor ennyi, le is zárom ezt a vlogot. Fogalmam sem, szerintem ez is jó hosszú lett, szóval bocsi, nem tudom, mikor lesz legközelebb videó. Ha érdekelt titeket, hogy mi a helyzet velem, meg hogy megszületik Lotti, mikor születik Lotti, ilyesmi, akkor kövessetek be Instán, mert ott azért könnyebben felrakok mondjuk sztoriba egy képet, mint hogy összehozzak egy videót, úgyhogy ott mindig előbb kikerülnek Instára az információk.
De ennyi, tényleg köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és akkor találkozunk majd legközelebb. Sziasztok!